Lundi, au terme de 15 Hétfőn 15 napnyi várakozás és kételyekkel vegyes reménykedés után a malájgép utasainak hozzátartozói számára szertefoszlott minden. Az ország kormányfője bejelentette, a Boeing nagy valószínűséggel az Indiai óceánba zuhant, a katasztrófát senki sem élte túl. Gérard Feldzer egykori Air France pilótának és repülési szakértőnek köszönöm, hogy itt van velünk. Hipotézisek tehát vannak, de még mindig túl sok a kérdés. Kezdve azzal, hogy úgy tudni találtak roncsokat, de nem tudták azonosítani őket. Akkor hogyan lehetnek biztosak abban, hogy nem az eltűnt gépről van szó? Teljesen biztosak vagyunk mindenben, legfőképpen abban, hogy a gép eltűnt. De azt nem tudjuk, hogy pontosan hol. Vagyis meg kell próbálnunk visszajátszani a történteket. Ami persze lehetetlen. Na ez az, ami igazán idegtépő, mert mi történt az alatt a bizonyos 5 óra alatt? Már amennyiben tényleg 5 órán át a levegőben volt az a gép. Az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk, hogy rendben felszállt, és akkor úgy tűnt, a terveknek megfelelő útvonalon haladt. Kuala Lumpurból szállt fel, és 40 perc elteltével jelentkeztek, mondván Vietnámmal felvették a kapcsolatot, és ezután egyszerűen megszűnt velük a kommunikáció. Ekkor felsejlett előttünk egy baleset lehetősége, esetleg egy robbanásé, amelyben megsemmisült volna az egész. Nyugati irányba indult el, a katonai radarok ezt egyértelműen megmutatták. Na de miért? Esetleg kalózakcióval állunk szemben? Nem lehet tudni. Egy hatalmas ellentmondás van itt. Semmilyen arra utaló jel nem volt, hogy valakivel ütközött volna a pilóta. A tűz lehetősége sem valószínű, mert 5 órán át nem éghetett a gép. Ez teljességgel lehetetlen. Mit gondol, mi a legvalószínűbb hipotézis? Személy szerint úgy gondolom, elképzelhető, hogy tűz, esetleg robbanás történt a gépen. Azt azonban kétlem, hogy ilyen körülmények között ennyi időn át repülni tudott volna. Ma ebben a percben nem tudok többet mondani, ahogy más szakértők sem. Egyszerűen tanácstalan vagyok. Az is felmerült, hogy robotpilóta üzemmódban mehetett a gép. Lehetséges az, hogy a pilóta és a másodpilóta, sőt az utasok is elvesztették az eszméletüket valami miatt? Tudja, most déjà vu-m van. Egy ciprusi gépen történt, hogy az egyik ajtó nem záródott rendesen, és elszállt az oxigén jó része. Mindkét pilóta öntudatlan állapotba került. Senki nem kormányozta a gépet, automata üzemmódban repült. Vagyis előfordulhat ilyen, igen, még ilyen is. A térségben súlyos erőfeszítéseket tesznek arra, hogy megtalálják a fekete dobozokat, amelyek választ adhatnának a rejtélyre. Lát esélyt arra, hogy valaha is rájuk bukkanjanak? Rendkívül nehéz megtalálni, a keresési zóna is speciális. Egy akkora területről beszélünk, amely Franciaország területének négyszerese, vagyis elképesztő feladatról van szó. Ráadásul az idő múlásával ezeknek a fekete dobozoknak a jele folyamatosan gyengül. A cinikusok pedig azt mondogatják, hogy talán mindenkinek jobb úgy, ha minél kevesebbet tud. Néhány napja azt mondta, hogy az információk visszatartása a katonai stratégia része. Az igaz, hogy a katonai radar érzékelte a gépet, és az is, hogy furcsán viselkedett. Hogyan lehetséges az, hogy a malajziai légvédelem mégsem avatkozott közbe? A kérdés feléleszti a kételyeket a katonai légvédelem hatékonyságával kapcsolatban. Amikor egy gép nem a számára előírt légi folyosón közlekedik, azt a katonai irányítás megpróbálja azonosítani, amint érzékelte. Amint meghatározták a behatoló helyzetét, harci gépeket küldenek oda. Itt semmi sem történt. Ezzel az erővel történhetett volna egy szeptember 11-éhez hasonló merénylet kísérlet is. Egy biztos, komoly hiányosságok vannak. Gérard Feldzernek köszönöm, hogy válaszolt kérdéseinkre.